A téli rendkívüli időjárási körülmények kezelésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság felállított egy ideiglenes operatív törzset. A törzs feladata lesz az érintett szervezetek és a munkálatok koordinálása. A megyét érintően mintegy 12 000 fővel és több száz munkagéppel képes a beavatkozásra a katasztrófavédelem. Példaértékű az együttműködés itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Minden szerv részéről, illetve minden szolgáltató részéről, és most, hogy decemberben vagyunk, és készülünk a térre, el kell, hogy mondjam, hogy a Védelmi Bizottság szervezete, beleértve a katasztrófavédelmet, rendőrséget, felkészülten várja az esetleges télen járó kihívásokat, és köszönet ezért minden érintett vezetőnek és minden dolgozónak, aki a megyében azon munkálkodik, hogy az emberek nyugodtan államra tudják hajtani fejüket, ha elindulnak, úti céljukhoz elérnek, épségben, egészségesen. Ebben lesz a megyei katasztrófavédelem segítségére az operatív törzs irányítása alá tartozó életmentő konvoj, amelyet szükség esetén ebben az évben állítanak föl először. Az életmentő konvojt azért hozzuk létre, hogyha bármilyen olyan helyzet adódik, amit a rendkívüli télidőjárás miatt következik be, akkor meg tudjuk oldani a helyzetet. Mindenféleképpen egy hómoró vagy egy hógotró lesz benne, és a helyzettől függően lehet benne egy mentő, egy tűzoltó, vagy egy rendőrségi kocsi, vagy akár egy betegszállító kocsi, autóbusz, vagy egy kamionmentő, de most akár önkéntesek is jönnek ide különböző kvadokkal és különböző terepjáró technikai eszközökkel, akiket be fogunk vonni ebbe az életmentő konvojba. Tehát ez az életmentő konvoj soha nem fog egyben megmozdulni, hanem épp mindig a feladatra koncentrálva azokat az erőket, eszközöket fogjuk beletenni, amelyek szükségesek a helyzet megoldásához. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság már elrendelte a 24/24-es rendkívüli szolgálati rendet, ami azt jelenti, hogy szükség esetén a tűzoltók egyharmada is felszabadul egy esetleges téli rendkívüli helyzet megoldására, tette hozzá az igazgató.